picikét haladjunk a küldikkel, mert soha nem fogunk végezni. Mondanám, hogy remélem jól éreztétek magatokat, de most tudom, hogy jól éreztétek magatokat, lol. Nem, semmi. Ilyenkor mindent izél. Ilyenkor mindent ignorál. És itt nem nálam, hanem ugye Twitch oldalon. Nyertünk valamit megint. Meg lett a community. Yes, most stylish park achievement. Kaptunk Darkwood-ot, ez mindig jól jön. Oké. Visszalettem? Igen. Megkeressük gyorsan a napi izét. Napi küldit. Tudom, hogy egy Dead Island után ez egy kicsit fura váltás, és sorry érte, de most még egy picit nagyon szeretnék játszani. Aztán... utána szerintem megyek rajzolni. Mert képzeljétek el, hogy lezárult a szavazás, és a Kalikó cica nyert. Úgyhogy elkezdtem rajzolni, meg van új cicánk. Megmutatod Psycho, hogy ne kelljen kiizélnom. Kelljen kialtabolni, mert elmegy a hang mindig, ettől izéltem. Mondjuk a random is el szokott menni a hangja. Szóval van hosszú stretchy cicánk. Longcat. Rajzoltam longcatot. Have a good evening. Nem reptér! No, shut up, dude! Nem reptér. Ezt én csináltam, longcat. És így annyi, akkorát raksz össze, amekkorát csak szeretnél. Csak nem voltam túl kreatív, úgyhogy elneveztem cutám longcat 1-2-3-nak. Nem voltam túl kreatív. Úgyhogy sewing. Most mondta Csúszka, hogy tök jó ötleted adat, csak az a baj, hogy ez most rengeteg idő még pluszba, hogy olyat is lehetne, hogy maga ez a cica, és akkor mit tudom én, mondjuk az egyiknek ilyen sima feje van, a másikon van egy kalap, a harmadikon mit tudom én, van egy, mit tudom én, most mondok valamit, korona, a harmadiknak mondjuk a fején, nem a fején, a farkán van egy masni, vagy valamelyiknek van a hátán egy táska, meg ilyenek, amik tök jók, csak azt mind különizélni kéne. Ó, oké. Wow, oké. Szóval... nem tudom, gondolkodtam rajta, hogy azt meg lehet csinálni, de nem igazán tudom, hogy a 7TV mennyire preferálná azt, hogy van vagy 180 emót körülbelül, és még hozzáraknánk ilyen, nem tudom, 15-20-at, az így, ja, kicsit sok lenne. Meg kéne próbálnom majd valahogy a kedzsemes hülyeséget is. 600-ig. Nem kevesebb? De 600 meg... Tehát az a baj, hogy ott már... Amúgy is át akarom nézni. Nem lehet olyat csinálni benne, hogy átnézed, hogy melyikek azok, amik mondjuk a legkevésbé... hogy is mondjam, használt imótok, vagy nem tudom. Az nem jó. Az a baj, hogy bebugáltattam múltkor, és nem sikerült azóta sem újra bebugálni. De nekem is valami izé, azért mondom, hogy ez egy kicsit, a 600, ez nem is olyan izé. Én is 1000-re emlékeztem valamiért. Meg kéne találnunk a izét.
kéne találnunk a... napi ládát. Ott van. A kis tököcskéknél. Musztítsál, meg kell csinálni a kávét, mert soha nem lesz meg a kávém. Fekete hullunk megvan vajon? Megvan. A barna nincs. Meg a vörös róka. Ez biztos, hogy nincs itt. Ez sincs itt. Ez sincs itt. 8 AM-t, 2 PM. Kasz sincsen már. Ez ma lett volna. Nem emlékszek rá, hogy izé csütörtöket mondott a dragon. Hétfőt mondott, teszem vasárnapot, meg talán szombatot. Azokra emlékszem. Ezért meg kész van, ugye a start... Aha. Let's go. Kéne építeni egy parkot. Maradjon ez az izé. Nem vásároltunk. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Meg... Anna, Elsa... meg Stitch is benn van. Viszont lehet, hogy Stitchnek, meg Annának, nem Annának, de... Kiknek nincs meg az izéja? Stitchnek biztos, hogy kell... Ja, az Nala volt. Meg Simba. Ja, Olaf nem volt még a... Jó. Nézem Stitchnek a izéját, hogy mi kell neki. Simba... Simba Yeet. Apple cider kell neki. Apple cider glazed salmon. Red bell flower snowball. Red bell flower szerintem még most is van nálam. Nem, nincs. Ez jöhet ide. Ez nem kell, ez se kell, ezek mennek föl. Ez ide lentre. Ennek sincs már hely. Hoppá.
már csak fa. Tudom, hova raktam izékat. Ingatokon. Új, innen kell egy darab. De amúgy sehova nem raktam. Ja, várjál, a storage-be raktam be a tojásokat. Aha. Akkor viszont ide berakom a izékat, az iron ingatokat. Jó helyen van az ott. Jó, és mi kellett még neki? Jön meg a Red Bell. Jó, oké. Na valahogy így bugajtottam be. Sikeresen. Apple Cider. Itt van. Még egy piros virág. Itt van. Vagy nem tudom, hogy Olafnak van-e küldje. Characters Olaf. Szerintem nincsen. Akkor lehetne vinni neki egy darab goldingotot, egy sunflowert, meg egy amatésztet. Sunflowert, ezt szerintem tudunk neki vinni. Aha. Egy darabot. Egy darab ametisztán. Szóval szerintem be fog level up-olni. És akkor meg lesz nála küldi. Nem ezt akartam. Sikerül bebugolt, ez nem tudom, hogy csináltam. Nem tudom, hogy sikerült. Várjál. Ja, meg még egyet főzni is kell izének. Stitchnek. Ja, Anna meg áza van csak benne. És palacsintát szeretnél? Palacsinta. Itt kell nézni. Van. My name is Stitch. Olyan jó volt megnézni a izét, a mesét. Most már értek belőle egy csomó mindent. Akkor egyszer van egy snowball. De hogy üret a cuki? Mindjárt ez is 10-es lesz. Ja, nem ezt kell, hanem az order. Ez aranyos. Na jó. Hello. Ez a very sleepy Stitch. Jó, ez lesz az. Elkezdünk. Stitch nem nagyon érzi jól magát. Próbál barátkozni Wally-val, de nem igazán megy jól a dolog. Akkor beszélünk Wally-val és meglátjuk, hogy mi a helyzet. Oké, let's go. Hol van Wally? Az a baj, hogy Wally-nál szerintem két vagy három küldünk is van amúgy. Az a baj. Nem mindegy. Otthon van? Aha, otthon van.
Ott van. És nekünk... Ó, basszus, mennyi van nála. De most... Melyiket kezdjem el nála? Egy coffee cup lenne az énben. Meg kéne találnom először a kávés pohárnak az éját. Kis bizonyítékát itt a kert mögött. Azt mondja, hogy egy kert mögött csinált kuplerájt. Vagy csak egyszerűen túl sok küldi van Stitchnél. Akkor viszont felveszük az Astronomy Clubot, mert ugye, ha jól emlékszem, az az volt, hogy ástunk, vagy nem tudom, mi történt, és kiesett egy emlék, és annak volt a küldi az Astronomy Club. Hello? Igen, tehát találtunk még egy emléket arról a különleges gépezetre. És ez azt mutatja ez, a, ez az emlék, hogy te és egy pár ember nézitek a csillagokat. Ha úgy látszik, ez ismerős neki. Tehát esetleg a csillagok után kutattatok? Nem. Nem ez után? Akkor esetleg csak úgy fámból? Ha? Az jól hangzik. És szeretnénk, hogy újra egyesüljön ez a klub. Oké. Melli is benne volt ebben a... ebben a... az emlékben. Úgyhogy kezdhetnénk vele. Nem, akkor muszáj, muszáj ezért csinálnom. Muszáj valamelyiket először csinálnom. Úgyhogy... neki kell meghívnia... Nem, el kell mennem izéhoz. Szia, Dragon! Mizu! Miúság! El kell menni Merlinhez mindenképpen, csak tudjam, hogy hol van. Ja? Pont most jött ki a házban. Let's go! Oh, hello! Oké. Okay. Secrets and Shames? Az az volt? De nem. Lots to do, ja nem, most hívja meg. Igen? Szia, Wally. Mit teltek érted? Szerintem próbáljam már hívni. Ah, jó volt. Jó volt, én élveztem. Mondom, nem egy... Én azt mondanám, hogyha le kell tennem a voksomat, akkor... Akkor inkább Dying Light-ot mondanék, de nem volt rossz. Aha, tehát nem igazán érti Merlin, hogy mit mond Wally, sajnos. Nézzük, hogy mi ment rosszul. Aha, Merlin nem igazán érti, hogy meg szeretnéd őt hívni újra. Mi lenne, hogyha most már én beszélnék vele? Nagyon szomorúnak tűnsz. De tényleg látszik rajta, hogy ő szeretné meghívni ugye a többieket. Akkor miért nem írjuk le esetleg ezeket a meghívókat, vagy meghívásokat? Igen, tehát ez mindenki meg fogja gyakorlatilag érteni. Ó, most ez komoly. Komolyan Black Passion Lily kell, de miért? Oh my god. Ja, hát sokba került. A base game az 23 000. Ha jól emlékszem. Ja, 23. Igazából kicsit ilyen Dead Island 1 remastered érzetem van. Valamiért. Valahogy olyan...
fura. Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Kicsit olyan content hiányát érzem. Kicsit... Kicsit néhol gyönyörű szép, néhol nagyon ronda játék. Mármint, hogy így az NPC elemek, meg ilyenek. Tehát ilyen van olyan NPC, akiről meg nem mondanám, hogy játékban van. Úgy néz ki, mint hogy a filmben lenne. A másik az meg egyszerűen annyira gusztustalanul néz ki, hogy nem fér bele abba. Igen, mert ugye úgy van, hogy a Dying Light ez ebből indul gyakorlatilag, amit még annó csináltak. Ugye itt Muki is, ugye tudod, amit mondott infót, az valid. Csak ugye ezt a Dead Island 2-t, ezt már egy másik csapat vette át az évek során. És így szerintem így nagyon meglátszik, hogy hiányoznak belőle olyan elemek, amiket még annó beleraktak a Dying Light-ba, és működött. Lásd, nekem nagyon hiányzik a parkűr elem. Dying Who? Igen, tehát olyan mondom, mint egy kicsit Dead Island Remastered. Ettől függetlenül Co-ban élveztem. Tehát Co-ban élvezetes a játék. Egyedül nem biztos, hogy játszanám. Igen. Hát 2014-ben adták, vagy 2013-ban adták ki az első részt, az első Dead Island-et. Azóta eltelt 10 év. És most nem tudom, hogy azt hiszem Unreal Engine 4-re rakták rá ezt a játékot. És most legyünk őszinték, azért egy Hogwarts-ot is azt hiszem, tehát még egy Unreal Engine 4-re raktak. És azért bőven jobban néz ki, mint ez a játék. De van egy csomó másik játék, amit szintén Unreal Engine 4-re raktak, és mérföldekkel sokkal jobban néz ki, mint ez a játék. Tehát néha, ahol ez a megégett emberke van, a megégett zombi a repülőnél, hát ez katasztrófa volt, ahogy kinézett. Igen, tehát azt még anno én is emlékszem, hogy mekkora mím volt, pedig én még kis nudli voltam. Mikor ez be volt jelentve, hogy az a baj, hogy kevés zombis játékot kapunk, mert alapvetően már a zombi, mint téma, az így nagyon-nagyon el van csépelve, és így már nem nagyon izgatja meg senkinek a fantáziáját. Néha jönnek gyöngyszemek a film és a játékok terén, de nagyon-nagyon ritka. Ja. Azt nagyon szeretném elkezdeni majd. De most megint úgy voltam, hogy... Ja, de értem, semmi gond. Igen, a West DLC, igen, értettem, igen. Az a baj, hogy most megint úgy voltam vele, hogy játszottunk Cozy-t, játszottunk Dead Island-et, és megint lemerültem, és nem tudom, szerintem én fel fogom hívni a dokimat, mert úgy volt, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy azért nem megy az alvás, mert hogy este veszem be a gyógyszert, most, és tegyük át nappalra, mármint egy reggelre. Most amióta reggel szedem a gyógyszert, azóta annyira fáradt vagyok napközben, ilyenkorra, hogy teljesen kiütöm magam. Cserébe este felkelek az éjszaka közepén. Mert ugye ilyenkor én még nem szoktam aludni, ilyen 10-10 környékén. És felkelek ilyen 2:30, meg 3 körül. És megint fönn vagyok reggel 9-10-ig, és utána meg megint mehetek vissza úgymond aludni, vagy legalábbis valamennyit pihenni. De nem bírok ki. Hát vannak helyek, mondom, ahol szem, de vannak olyanok, ahol egy az egybe szinte, mint átlett volna emelve a régibe. Szóval, ja.
Megmondom őszintén, hogy én ugye, ugye tartalomgyártóként jutottam hozzá a kulcshoz, tehát nem fizettem úgymond érte, annyit fizettem érte, hogy ugye nekem ezt le kell játszanom, ha akarom, ha nem. És természetesen nem requesteltem volna rá, és nem kértem volna, hogyha nem érdekel. De azért mondtam mindenkinek, hogy várjon vele egy picit. Itt a izéval. A nagy vásárlásokkal, mert Szomulusz is volt, de hogy vannak benne elemek, amik tök jól működnek. Például tök jó, hogy izé lehet ugrásból akkorát rúgni, hogy elszáll a zombi, meg ilyenek, meg ki lehet rúgni az ablakon, meg ilyenek. Tényleg jól néz ki amúgy, de nem biztos, hogy erre költenék el 20.000 forintot. Mikor vannak sokkal jobb játékok is jelenleg a piacon, amik jobban megérik, és mondjuk olcsóbbak. Most a Early-be csak az Epic-nek van lehetősége PC-n árulni. Most még csak az Epic, aztán PS meg Xbox van még, és cross-gen lesz, ennyit tudok. Pontosabban támogatja a cross-gent, ennyit tudok, de nem tudom, hogy ez, tehát 2023-ban mi a francért kell nekünk még külön könyörögni, hogy legyen már cross-platform valami, vagy legyen már cross-gen valami. Nem értem. De jó, megint elkezdek ásítani, ez nagyon nem oké. Szóval nem tudom, hogy miért kell ezért külön kérni, hogy miért kell ezért egy fél évet pluszba várni, vagy egy DLC-re várni, vagy bármire, ami idő, ami ennyi idő. Annyira egyértelmű lehetne már a játékoknál. Ú, nem vásároltunk be most eszembe. Na, bocsánat, megint szép fogom ásítani az agyamat. Ah, ez megvan. Nincs meg. Ez megvan, ez megvan. És nem tudom, hogy megvan-e. Ezt megveszem, ruhák megint nincsenek. Nem tudom, hogy megvan-e. Szerintem a fekete nincsen. Húzembe volt ilyen. Még fura. Ja, azt is játszanám nagyon. De vagy hiába akarnék mindennel is játszani. Igen, most Disney-zni akarnék. Most az a baj, hogy Disney-zni szeretnék. Elkezdtem két questet, és egyiket sem tudom csinálni, mert az egyikhez virág kell, a másikat meg nem tudom csinálni, mert annyi küldi van az NPC-nél, hogy nem dobja fel. Úgyhogy mindjárt visszamegyek Wally-hoz, csak... körbefutottam megint egy virág körén, mert megint Black Passion Lily kell, és az rohadt ritka, úgyhogy még a Green Risingot akartam megnézni, de megint nem látok egy darabot sem. Úgyhogy nincs sok más választásom, mint hogy elkezdek valami mást Wally-hoz. Most egyelőre megcsinálom az ő küldjeit. Stitch meg Wally lesz a prió, aztán ennyi. Hogy várja, lehet, hogy tudom, mi a baj. Lehet, hogy kiraktam egy küldítemet. Mert ugye a Coffee Cup-nak nálam kéne lennie. De majd barizunk majd. Most két napig bariztam. Nagyon rosszul megy most a bari. Nagyon nehéz az a difficulty. Az extreme hard, vagy mi az extra hard, vagy mi a fene. Itt van. A Café Cup. Ki kell pakolnom az éjimat.
most nincs. Na, amúgy is, tehát látod rajtam, nagyon fáradt vagyok. Hát kell raktam a izémet. Hát kell raknom vissza a gyógyszert estére, mert ez nagyon nem oké. Köszönöm, Stub! Sziasztok! Köszönöm szépen a Rident! Mi újság? Milyen volt a stream? Ja, én először azt hittem, hogy a Frod, meg itt tudom én, de nem. Ez vásáros nem a Frod, ez nagyon nem lehet arra fogni. Mert ugye emeltük az adagot, és mondta Doki, hogy előfordul, sőt, szinte biztos, hogy fáradtabb leszek. És mondta, hogy ha ez előfordul, akkor majd hívjam fel, és akkor kicsit megvariáljuk. Ó, örülök neki! Örülök neki, hogy jól érezted magad. Olafnak akartam adni ajándékot, ugye? Ott van. Szadja, hogy 8 óra, de izé. És azért is gondolkodtam, hogy nem vagyok-e így túl sok, hogy majdnem minden nap feljövök. Ezeket már hallottuk. Hi, it's me, Olaf. Hi, it's me, Olaf. Minden szuper. Mi Dying Light-oztuk. Nem. Dead Island-eztünk. Majdnem. De Dying Light 2-t játszottunk most, délután. Ugye kóziztam egy picit, most egy picit akarok még Disney-zni, aztán utána még megyek pihenni. És először rajzolok, és utána pihenek. Nem volt rossz amúgy, sőt, mondom, Kóba kimondottan élvezetes volt. Na hát, mit kezdjek magammal? Egész nap izé csöndben üljek, meg rajzoljak, meg ilyenek, tehát... Hogy itt tudnék csinálni? Na, most meghoztam a izét. Itt van Very Sleepy Stitch. Itt van a Café Cup. Ez volt a baj, nem volt nálam. Igen, tehát Voli úgy néz ki, hogy valaki kis kuplerát csinálta a kertben, és ezt a kávés csészét találtuk a közelben. Tudod esetleg, hogy ki tette? Tehát ez Stitch volt? Igen. Tehát Stitch garázdálkodott a kertben. Akkor meg kell találnunk Stitchet, és... egy ilyen rosszasági szintet kell neki nézni. Akkor menjünk vissza Stitchhez. Rendben, Szenstub, köszönöm szépen, hogy átjöttetek. Mondom, mi is nem sokára megyünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek. És jó pihenést. De ez a pihenés dolog, ez meg az a baj, hogy így nem segít. Mármint, hogy... ha csak egész nap csöndbe ülök, és nem csinálok semmit, ez nem segít. Érted? Így legalább van kivel beszélgetni. Kipróbáltam, de unatkoznék. Köszönöm, Cuni. Tehát Stitch, beszéltünk Wally-val, és úgy hangzik, hogy te okoztál itt a problémákat, illetve a gondokat. De a gondokat nem, mert a jóság szintje az nagyon-nagyon magas. De Stitch nem érzi jól magát, nagyon fáj a hasa. És nagyon-nagyon álmos. Nagyon-nagyon álmos vagy? Miért nem pihensz le egy kicsit? Pihenni? Nem. Nem akarok
Ja, gyorsan akartam mondani, nem akarok lemaradni vicces dolgokra. Igen. És Stitch nagyon szeretne kávét. Aha, tehát elvett földet és kávét akar csinálni. Stitch, nem így kell kávét csinálni. Nem csinálunk koszból, tehát nem földből, nem csinálunk kávét. Ahhoz kávébabok kellenek. Igen, igen, babok. Most már emlékszem, mondja Stitch. Még a feledés előtt babok nőttek a fákon. De most nincsen fa, és nincsenek babok. Még a feledés előtt tett egy fát az űrhajóba. Azért, hogy ébren tartsa a kávé. Ezt el kéne ültetni. Talán esetleg ezt még életben tudjuk tartani. Nagyon-nagyon rossz állapotban van. Jó, de szerintem el kell ültetni, aztán megint várni kell rá pár napot. Igen. És idővel talán tudunk csinálni belőle kávét is, hogyha nő rajta bab. És akkor most elmegyünk és Wallyval beszélünk, hogy még életben tudjuk-e tartani ezt a kis növényt. Tudjátok, ő neki van a kis cipője. Amiben mindig van egy kis növény. Ez olyan aranyos. Hát most hétvégén úgyis kimarad egy-két, vagy hát nem egy-két nap, hanem hát egy nap biztos. Mert ugye megyünk el délután, csak nem tudom, hogy szombat egy vasárnap. Igen, ezt oda akarjuk adni, ezt a kiszáradt kávé babos cuszét. Igen, tehát ugye kitaláltuk, hogy Stitch viselkedett ilyen furcsán, mert nagyon hiányzik neki a kávé. Ugye tudnál nekünk segíteni, visszaadni az életet ebbe a kis növénybe, akkor Stitch sem lenne olyan fáradt és mérges. Ha? És ez mégis micsoda? Ez egy lista mindegről, amit tudnom kell ahhoz, hogy hogyan kell ültetni fát és felnevelni. Ez ugye, hogy kinőjön újra. Jó, akkor mindent összeszedünk, és Crafting Stationnél pedig összetesszük. És hogyha bármikor akarna csinálni még ilyet, akkor Pebbles, Claycam, meg Sack. Oké. Szia, Boku! Kellemes estét! Hogy vagy, mi újság? Igen, van egy weekly, nem tudom, hogy ez micsoda, még egyszer sem láttam, mert nem izéltem, nem küldiztem Wallynál. Ugye memory-t unlockoltam nála, és az maradt meg, hogy azt először meg kell csinálnom, és ja. Kell akkor ebbe 21 darab. Kár Clay-be 21 darab. Nem is jól emlékszem. Így. És ez a Sack. Az valami ző? Valami legyártandó cucc. Ez mi a fene lehet? De az csak csinálni tudok, nem? Az valahol van a furniture-be. Vagy rosszul emlékszek rá? Ah, itt van, aha. És 15 darab fiber kell hozzá. Úgy.
Igen, látunk vissza Bolihoz. Tetkósnál voltál, nem légettél haza? Milyen tetkód lett? Most nagyon gondolkodok, hogy hova csináltatnék tetkót, hogy csináltatok, mert eddig úgy volt, hogy az alkaromra, mert nagyon csúnya hegek vannak az alkaromon, és nagyon szeretném azt eltüntetni, és arra gondoltam, hogy oda csináltatnék egy nagyobb tetoválást, de amilyet én szeretnék, az nagyon detailed, és valószínűleg nem néznek ki jól az alkaromon, mert nem elég nagy a felület, tehát túl pici az alkarom ahhoz, hogy szépen nézzen ki rajta, és nagyon gondolkodom, hogy vagy a combomra, vagy a vádlimra, vagy nem tudom, valahova kéne, ahol nagyobb felül, mert az a baj, hogy most a hátamra csináltam, ott nem is látom egész életemben, pedig én ezt nézni akarom. Valamit majd kitalálok az alkaromra, valami mást. Na, Vali, itt van, amit kértem. Sikerült neki visszahozni az életbe. De jó. Sokkal jobban néznek ki már a kis gyökere, gyakorlatilag. És elviszem akkor a Crafting Stationhez mindennel, amit össze is gyűjtöttem. És most gondolkodok azon, hogy hova ültessük, hogyha egyszer már kész van. Glade of Trust-ra mutat. Ez nagyon jó ötlet. Jó. És pikpak fel fog nőni majd a fa. A combodon lesz pókember. És milyen más tetkód van még? És én a piercingekre nagyon rámentem. És megint kilövettem két helyen a jobb fülemet, meg most már két helyen a bal fülemet. Az orromat a sajnos ezt kitéptem folyamatosan a hajammal, úgyhogy ezt hagytuk. Azt mondta a csávó, hogy egy ilyen 2-3 hét múlva megpróbálhatjuk újra, de mondtam neki, hogy nem vagyok benne biztos, mert úgy akartam, hogy először csak ezt az oldalt izéltem ki. Csak a bal oldalt lyukadtam ki, mert hogy elég lesz egy kő. De ugye utána meg azt akartam, hogy a jobb oldalt is megcsináljuk, hogy akkor vannak olyan PC-k, ami így két kő, ugye, ami egy ilyen lánc tart össze, és baromi jól szokott kinézni, és nagyon-nagyon tetszik. De hogyha ennyire érzékeny az orrom rá, akkor nem biztos, hogy ezt megcsináltatom, mert nem tudom. Nekem folyamatosan kiesett, úgyhogy kétszer, ez volt a második, hogy kiesett, úgyhogy... Na várjál, próbálom ide mondjuk előltetni, így. És akkor ezzel most izélni, ezzel most várni kell, jó. Jobb alkalom egy Witcher-ös Geralt, meg egy Lesi. A balkra egy Dark Souls tematikás, a másik combom meg Dragon Ball-os. Az igen, te is jól ki vagy várva. Dark Souls-os. Te szereted Dark Souls-t? Nem tudtam. Vagy csak nem emlékeztem rá, bocsánat. Nem tudom, ez a Dark Souls, ez nekem is úgy beleégett az agyamba, és úgy... Nem is tudom, hogy mondjam, úgy helyet talált a szívemben ez a műfaj. Jó, akkor Stitchnek viszont akkor ez kész. Az Astronomy Clubot kéne csinálni, de ugye ahhoz meg Black Passion Lily kéne. Azt a Grammy-nek kéne odaadni. Ezt nem szeretem. Akkor ennyi mindenre várni kell. Black Passion Lilit, ez megint olyan, hogy nem én válogatom, hogy milyen. Hanem olyan esik, amilyen van. De mindjárt körbe megyek, még egyszer ezt megnézem. Öt darabot úgyse fogok lootálni. Talán egyet vagy kettőt, de... Ennyi.
Ezekre kell figyelni, mert megint elfogni, hogyha nem figyelek oda rá. Sem ez Purified Night Shardom. Különösen igen, ügyes benned az art style-ben, nagyon tetszik. És ugye a Dark Souls Remastered-el elkezdtem. A Dark Souls 2-t játszom még. Szerintem majd fogok menni így magamba is. Mert mondta Vers, hogy egyrészt ők most nagyon rámentek a Warframe-re, meg így lemaradtam arra, úgyhogy már nem akarom őket ezzel zavarni. Mert félreértettem őket, és én azt hittem, hogy most nem játszanak, mert nem írtak. Aztán mondta még előtte valamikor, hogy a kettőben nem nagyon számít, hogy most ki hol öl, meg mit tudom én, mert sokkal ilyen, hát hogy is mondjam, egy kicsit egyszerűbb talán a kóp. Mármint olyan szempontból, hogy én bemehetek attól még oda, hogy én megáltam a boss-t, meg fordítva, szóval elvileg tudunk egymásnak segíteni, akkor is, ha én előre haladok. Úgyhogy azt akarom megcsinálni, hogy én szerintem megyek majd tovább egy kicsit, aztán mert nekem meg hiányzik. Hoppá. Én még Dark Souls-oznék, de most elkezdtünk egy izét is, én nagyon szeretem a nyomozós játékokat. És elkezdtünk egy új Sherlock Holmes is játszani. Azt is azért be akarom még fejezni valamikor. Ez nagyon-nagyon tetszik. Imádom a nyomozós játékokat. Mondjuk az ilyen noir stílusú nyomozós játékokat még nem próbáltam ki. Még abból is van egy pár. De Sherlock az mindig nálam elvitte a prímet minden játékba. Főleg a Devil's Daughter-t nagyon-nagyon szerettem. Jött valami újdonság, aha. Nem mondom, hogy micsoda, de pont most mondták Szomolusz is, hogy lehet, hogy elmegy majd ő is verszékkel. Hát nézzétek meg, Max, vagy beszélj verszel, hogy mondta, hogy ő csak ketten vannak Montival, úgyhogy van náluk hely, hogyha szeretnél velük menni. Ez 500 óráden benne? Az igen. Nem szóljál verszéknek, mert mondta, hogy van hely, szóval még Szomolusz is befér, te is befér szerintem. Úgyhogy menjetek együtt akkor. Azt nem tudom pontosan, hogy mikor játszanak. Mármint, hogy időben mikor játszanak. De, ja. Ha megkérdezed, akkor biztos elmondja. Én mondjuk most tényleg így lemaradtam róla, mert nem nagyon beszélgettünk az elmúlt napokban, és így meg azt hittem, hogy majd szól, hogy mikor menjünk, mert mondtam neki egy van kedvem, meg hogyha ő szeretne, akkor én benne vagyok. Aztán mondta, hogy ő meg úgy gondolta, hogy mivel nagyon sok játék van, mivel amúgy is játszok, hogy majd ráír akkor játszani vele, vagy amint, hogy én ráérek vele akkor játszani, amikor majd ilyen uborka szezon van. De nem pofátlankodás, ez nem. Egy közösség vagyunk, ez nem pofátlankodás. Tudod jól, hogy nagyon szívesen megy játszani, vársz is mindenkivel, nem csak olyan, mint én. Agyrák. Nem tudom, nem ismerem annyira amúgy. Én azt hittem, hogy ez egy full PvP játék, aztán most mint kiderült, nem igazán. Inkább több benne a PvE elem. Jaj, ne ezt most ilyen... Doksit a PvP. Ezt ilyen folyamatosan kell locsolni, mert én ezt biztos, hogy nem állok itt 10 percenként. Családom szerintem egy elnőre. Viszont legalább lesz hely. Tovább visszanéztem rá is a... Annyi lett benne a content, hogy azóta, hogy elengedtem. Én ezt sem próbáltam ki. Fogalmam sincs, hogy milyen.
Abszolút. Az nekem így teljesen kimaradt. De az a baj, lesökötött. Tehát így nem, de már mint amiket láttam róla így, álmondom, ez nem nekem való, biztos. Mondjuk ez nagyon sok játékra mondtam annó is, hogy ez nem nekem való. Ezt én nem tudnám játszani, stb. Hányszor mondtam? A Souls-like-okra is ezt mondtam. Nem nekem való. Na jó, hát akkor nem tudom, csináljunk valami küldit Wally-hoz már, Majd Verst kéne megkérdezni róla. Na jó, nézzük meg ezt a... Nem tudom. Mit tudunk az Astronomy Club-ba? Ja, jó, semmit, tehát még a fával kell üzelnünk, szerencsétlenkednünk. Jó, akkor nézzük meg a déli questet. Szeretné, hogy segítenénk neki virágokat szedni. És ez mit jelent? Blooming and blossoming. Ez mit jelent? Just a pretty flower basket for Wally. Jó. Nagyon darálóssal amúgy nincsen bajom, legalábbis nekem. Megint nem fogom látni. De itt van. Egy darab fiber kellene. Jó, nem vészesek. Amúgy ez tényleg jól néz ki. És ezt vissza kell vinni Wally-nak, jó? Ugye ezeket a napi questeket én nem igazán láttam még, hogy lennének. Szia, Hope! Jó ét! Szia, szia! Én nagyon örülök. Soha van Wally? A kerekei itt vannak. Ja, itt van. A Blooming and Blossoming itt van. Tessék. There you go. Oké. Okay. Miért kellett ezt külön még egyszer leadnom? És mi a weekly? Szeretnéd, hogy... kergessünk nyuszikat a plázában? A pláza körül. Mik ezek a küldik? Igen, most a napokban. Azt most nem mondom, hogy mikor, mert akkor ezek szerint tegnap. Csak azt tudom, hogy itt mondom, szomorúszal beszélgették, hogy hogy valami gigacsed update jött. Vagy a plázában? Akkor miért vagyok Peaceful Meadow-ban? És hogy majd mennének együtt. Ott van nyuszíny! Egy nyuszíny. Ezt kiássuk. Ott van még egy nyuszkó. Miben ilyen jó az update? Van még egy nyuszkó. Van még egy. Meg még egy kell. Aztán...
cares. Hanem hát én ugye előről kezdtem volna, csak ugye mondom, itt ilyen elég erős félreértések voltak, aztán így bele se kezdtem még. Oké, megvan az öt nyuszi. Ezeket el kell vinni Volihoz. Ez mi a tökömet csinál? Öt nyulla? Vannak a nyuszik, Voli. Tessék. Wuppi! Jó, akkor ez ennyi. Honey's on the run. Ezt folyamatosan rendezni kell, nem tudom hányszor. Dragonland, ezt tudod esetleg, hogy most ezt hányszor kéne rendezni, hogy nem tudom, emlékszel-e rá. Amiért imádtam meg nagyon, mert simán ki tudsz farmani benne mindent, és tudsz benne trédelgetni, például a Prime partokat, platért. A munka in Disneyben. I see. Amik az, amit itt hiányolok, látod, hogy itt nem lehet semmit izélni, nem lehet semmit Moonstone-nal behelyettesíteni. Mármint, hogy venni belőle. Itt vannak millió goldjaink, meg mit tudom, és semmit nem tudunk belőle csinálni. Csak az a naponta 50 darab, hát ez aztán nagyon sokra elég, amikor izé 3-4 ezer a shoppos cucc. Nonsense. Nem jársz még itt? Oké. Okay. Akkor sorry, akkor leszpoilereztem. Oh my god. Nalához lenne még egy küldi. Mondjuk őt megnézhetjük. Mert ő meg úgyis csak ilyenkor van fönn, mert ő meg alszik 6 órakor. És hova lett? Mit van lenn? Ilyen alá. Az igen, ez fúj, zéra. Találtam egy nagyon-nagyon furcsa dolgot az egyik ilyen őrjárata során. Próbálja kitalálni, de szüksége van a segítségünkre. Persze, mi az, amit találtál? Igen, ugye a koponya kőnél őrjáratozott ugye a parton. Amikor valami nagyon furcsát érzett a levegőben, nagyon furcsa szagot. Míg a bajsza is elkezdett így viszketni neki. Strange smell, tehát nagyon furcsa szagot. Arra emlékezheted, mikor Simba és én nagyon fiatalok voltunk, és felfedeztük együtt az elefánt temetőt. Nem is emlékszek már erre a mesére. Nagyon dohos szaga volt. Mint ami elkezdett volna rohadni. Közelebb mentem, hogy megvizsgáljam, és valamit találtam eltemetve a földben. És egy hullám pont elmosta a homokat a tetejére. És így kiástuk. És egy pici barna dolog volt, ami úgy nézett ki, mint én. Mint egy dekoráció? Arra gondolsz, amíg itt vannak körültünk a völgyben, de nem. Én úgy gondolom, hogy ez több volt ennél. Mikor kiástam, akkor megkarmoltam véletlenül. És ilyen mi az? Ilyen tüskék, ugye? Nem, szikrák jöttek ki belőle. Mint hogyha tüzet csiholnék. Aztán még jobban így, hát így viszketett a bajsza. Ez amikor eldöntötte, hogy jön és megkeres minket. Ez megint egy valami mágikus, misztikus dolog lehet. De ne aggódj, a legjobb helyre jöttél. Ezt is gondoltam is. Annyi problémát megoldattál már. Hát igen, ez jó, az valóban. Jó, megkeressük akkor ezt a furcsa
furcsa koponyát a parton. Nem tudom, hova mászok, amikor csak ide kéne portolni. Hát, hogyha ilyen nagy update-ek jönnek ki a játékokhoz, akkor általában azért érdemes ránézni mindenre. Én is olykor-olykor visszamegyek játékokhoz, ami ilyen nagy update-es. Aha, ez az. Take a photo of the strange mystical rift to show to Nala. Ezt hogy csináljam? Óra. Mi Steam szerint 1800, mondjuk azt soha nem értettem, hogy miért mutatja ilyen furán. Nekem is csalóka. Wow, it's getting late. Hi! Fishy business. Goodbye. Ez fishy business-el. It's so good to see you. Jó, ez egy picture megvan, de... Hello. Találtunk bármilyen furcsaságot, ugye a koponya kő körül-e? Thank you. Igen, de nem tudom, hogy adjam le, vagy... A riftet kell, várni kell, nem is az itemet kellett volna, hanem ami utána maradt. Yeah. Ha? Pont nem látom egyébként, hogy bármi ott mellett volna, mert csak a izének azt a kis tutajt látom összesen, de whatever. Valószínűleg én vagyok vak. De nézzük, Nala. Szóval megtaláltam, amiről beszéltél, és ez egy kis szobor. Ez nagyon furcsa dolog. A második, amit ugye észrevettünk. Láttunk valami fényeset a vízben. Olyan, mint valami misztikus átjáró. És csináltunk róla egy fotót is, hogy közelebbről meg tud nézni. Ez nagyon-nagyon fura. Minden egyes alkalommal, amikor lemegy a partra, akkor ugye nagyon furcsán viselkedik ugye a bajsza. Remeg, vagy csikizi, vagy hát valami ilyesmi. És ez a szag. Tudom, hogy az orrom sokkal érzékenyebb, mint a tiéd, de sokkal rosszabb, mint egy egész pakéna. A szobor, az átjáró, a szag. Valahogy biztos, hogy összekapcsolódik. Biztos, hogy meg tudjuk oldani. Talán, hogyha esetleg újra elássuk a szobrot. Nem hiszem, hogy ez segíteni fog, mondja Nala. A szag már nem csak a partról jön. Már másonnan is, vagy mással is érzem a völgyen belül. Például hol? A jeges vidéken és még itt az erdőbe is. Nem az erdőbe, a mocsárba, bocsánat, a mocsáros részen. És ugye elnézek ezek felé, az irányok felé, akkor ugye megint így viszket neki érzékeny neki a bajsza. Akkor megnézzük ezt a jeges vidéket, meg a mocsarat, és hogyha bármilyen misztikus átjárót találunk nyitva, vagy valami, akkor gondolom szólunk. Talán van még több szobor, ami így hever a földön. De kérlek, siess, mert egyre rosszabb a szag. Addig őrjárat azok, hogy semmi rossz dolog ne jöjjön át a portálokon.
Jó, hát elmegyek akkor Frostyt bár egyszer. És milyen statue ez? Megint valami easter egg a játék? Vagy játékban, mesében? Amit nem ismerek. Ez a fura hang. Aha, ez lesz az egyik. De nem kell kép, csak a izé. Ja, jó. Várjál, akkor majd körbe megyek a virágokért, hát ha. Így, meg le a glédbe. És meg kéne valahol találni. Elég hangosan. Úgy hangosan és látványosan villog. Ah! Ez nem tűnik annak. Ah, ez nem az volt. Ah, ott van. Ott van benne. Ah, itt van. Igen. Jó, és akkor most vissza Nalához. Csak ott azon az egy helyen van. Would you help me with something? Hoppá! Basszus, kétszer kattintottam. Na mindegy, le volt csak igen ásva fel, de na, pontosan úgy, ahogy az első, de ez nem minden. Még több ilyen átjáró nyílt meg különböző pontjain a völgynek. Csak bármi történik is, az az én hibám. Én voltam az, aki meg felsértette az első szobrat. Itt, ez rendben van, mert megoldjuk együtt. Kezdjük is először ezekkel a portálokkal. Bármilyen veszélyes kijött esetleg a parton, mikor nézted. Nem látom, hogy bármi kijött volna, de valami történt. Aha, tehát, hogy Goofy éppen ment horgászni, és a horgászbotját, illetve hát ugye a Csalit ugye pont oda dobta a közelébe, és valami megrántotta. Aztán kiabált, és elfutott. Akkor beszélünk el Goofyval, hogy mit látott. Szóval akkor lehet, hogy neked élni kéne. Hát kéne adni ajándékokat. Miket kéne adni neki? Black Special Lilit, az kizár dolog. Teriyaki salmon és mushroom pizza, az jó. Az belefér. Ezt még odaadom neki, aztán annyi. Kellett meg itt a teriyaki, biztos? Jaj, hogy most néztem meg. A teriyaki salmon. Ez egyik. Ez jól néz ki. És kell nekünk. Mushroom pizza, itt van. Ó, nem akartam felvenni. Van egy kaja. Ez egy gombás pizzát, meg teriyaki lazacot. Most nem vegetáriánus takót akart. Gombás pizzán. Majd te is kapsz, hol nem?
Vagy valamikor. Akarom gyorsan üzenni, felrakni ide. Úgy. Inkább ide rakom vissza. Na jó. Mentünk egyet, aztán elmegyek pihenni szerintem.